Két tüntetést is meghirdettek estére Budapesten. A kutyapárt hídfoglaló túlórázást szervezett az Erzsébet hídra, a Margit hídon pedig civilek a Fidesz ellen hirdettek demonstrációt 18 órától. Most kapcsoljuk az Erzsébet híd pesti hídfőjét, a helyszínen ott van Nagy Angéla kolléganőm. Szervusz Angi, mi történik most? Járható az Erzsébet híd? Szia Luca, köszöntöm a nézőket. Igen, teljesen járható a híd, bár hogyha jól hallom, pont most kezdődött egy nagy szirénázás itt mögöttem. Egyelőre a nagy tömeg, a több ezres tömeg, ugye amit Facebookon ahányan visszaigazolták ezt az eseményt, ennyien még nem érkeztek meg, csak néhányan vannak itt már nézelődők, de egyelőre még nem zárták le a hidat sem, de ahogy most itt próbálok egy kicsit hátranézni, talán most érkeznek meg perceken belül. Várnak ide futárokat, balettáncosokat, és mindazokat, akiket érint bármilyen formában a kata, vagy akik kiállnak a katások mellett, mi pedig a következő híradókban jövünk a legfrissebb információkkal. Nagyon szépen köszönöm, jó munkát neked, és hát hamarosan azt hiszem újra kapcsolunk hozzád.